Romhányi József, Nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúl tanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felej, te nyuszi-gyuszi, állj két lábra, s vázolt hát. Mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok, felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.